Zsebseprű a szöcsmag ellen. Aféle álmos őszi délután volt. A gazokat halkan zizegtette egy arra tévedt szellő. Nem lesz ez így jó. Szólalt meg gonderhelten Hilda a kufli kupac tetején. Mire gondolsz? Kérdezte Fityirc, aki éppen egy fűszálon egyensúlyozó kunkorférget tanulmányozott. A kupacra, válaszolta Hilda. Valahogy megkopott és elhasználódott az utóbbi időben. Pont úgy néz ki, ahogy mindig. Szerintem se néz ki rosszabbul, mint máskor. Dörmögte Zödön. Ó, férfiak, ti egy szemétkupacon is boldogan eléldegélnétek. Mondtam, hogy ez egy szeméttelep. Ez azért túlzás, szólt közbe Titus. Én például egyszer már söprögettem is idefent. A többiek csodálkozva néztek rá. Na jó, ez még régebben volt, és véletlenül éppen nem volt itt rajtam kívül senki. Vonta meg a vállát Titus. Egy szó, mint száz, ideje kicsinosítanunk a kupacunkat. Zárta le a vitát Hilda. Azt hogyan kell? Kérdezte Pofánka. Hilda elővette a zsebseprűjét. Először is össze kell szednünk a sok eldobált magot, meg bogyóhéjat. Aztán ki kell találnunk valami szép díszítést, aminek csodájára járnak a rétlakók. Hosszú életem során még sosem láttam olyan kuflit, aki használta volna a zsebseprűjét. Hildának nyilván puccóváló rohama van. Ismertem egy Rozmárt, aki egyszer ilyen állapotban végig porszívozott egy egész jéghegyet. Remélem, Hildának nem ilyen súlyos a rohama. Nyomás, takarítani! A kuflik munkához láttak. Zödön a kupac bal oldalán sepregetett. Pofánka a legtetején. Júj! Titus a jobb oldalán. Hilda a mohás felé. Valér a füvesen. Bélabá a legalján. Figyírt meg, se fent, se lent, inkább valahol úgy középtájon. Ahhoz képest, hogy milyen kedvetlenül csinálták, egész gyorsan elkészültek. Milyen szép tisztaság lett, mutatott körbe Hilda. Akkor talán pihenhetnénk is egy kicsit, jegyezte meg halkan Bélabá. Rendben, de közben találjuk ki, hogyan fogjuk feldíszíteni a kupacot. Jó, persze, bólogattak fáradtan a többiek. A kupacra csend borult. Na, esetekbe jutott valami jó ötlet? Nem igazán. Nekem csak szöcsmag rágcsálása közben támadnak ötleteim. Milyen igazad van? Egy jó kis szöcsmag. Véletlenül van egy nagyobb adag az üregemben. Titus felugrott, aztán néhány perc múlva egy jókor a zacskó társaságában tért vissza. Na, már is van egy ötletem. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Az a baj, hogy már másnapra szőrén szálán eltűnnének, és hát a Rikoltól Lébics vörös tollaival csinosítanánk ki. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni. Az a baj, hogy már másnapra szőrén szállán eltűnnének. Hogy a Rikoltól Lébics egyike a kitalált erdőlapot. Szerintem a színes papírival. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Éppen ez az, elég. Szerintem a színes papírnyi kész, igazán szépek lennének. Vagy az is, ha színesre festenék a füvet Pofánka tempere festékével. Mi volna, ha lámpás kukacokkal raknánk ki a kupac tetején? A legjobb lenne, ha megkérdeznék valakit, aki jobban ért nálunk az ilyesmihez. Mondta Titus, és a rétre mutat. Ajjajjajjajjaj.
Hogy ti milyenek vagytok? Kárba veszett a munkánk. Sopánkodott Hilda. Szerintem nem történt akkora baj. Csak úgy néz ki a kupacunk, ahogy egyébként is szokott. Hát épp ez az. Gyerekek, nekem tetszenek a fűben a sarga szőtymagok. Nekem is. És jó játék kerülgetni őket szögdécselés közben. Ráadásul pöckölős célba találósat is lehet játszani velük. Meg pont ebből látszik, hogy itt lakunk. Igazából egy kufli kupac így a legszebb és kész. Lehet, hogy van, akinek pont így tetszik. Feladom, mondta ekkor Hilda, és már nem is volt szomorú. Nincs mit tenni, ti már csak ilyenek maradtok. Ezzel mindenki csak egyet érteni tudott, mintha mi sem történt volna aznap délután. Ebben a filmben kerestek takarítót! Pont ráérek! A kuflik és egy... Szóval a kuflik és egy zsibbadó dudor. Gyerekek! Minden csupa lotymánc és szipony. Úgy látszik, kiújult a makacs ugró dudor zsibbadásom. Panaszolta egy őszi reggelen Béla bá, miután nagyokat szuszogva kimászott a lakó ürege ajtaján. Hát nem csoda, az én ágairól is csöpög az az undok, hideg nyirok, mondta a beszélő fatuskó. Béla bá felvette a ballonkabátját, a fülvédőjét és kezdte húzni. Jobb lesz, ha teszek egy rövid sétát. A mozgás mindig segít az ilyen nyavajákon. Mondta, és azzal elindult sétálni. De olyan lassan haladt, hogy azt a részt inkább átugorjuk. Béla bá, játsszunk kőpapírollót! Ho-ho, Béla bá! Nem tudjátok, hol lehet Béla bá? Sétálni ment! Ó, csak nem esett valami baja, tördelte kezét Hilda. Az is lehet, hogy eltévedt. Sopánkozott pofánka. Ez! Nyomozzuk ki, hol lehet? Szökkent fel a fűből Titus. A kuflik rövid készülődés után sietve elindultak. Olyan, elvesztettük a nyomot. Torpant meg hirtelen Titus. Kit kerestek? Szólalt meg egy rótlábú haharca fejük felett. Bélabát! Válaszolta neki Titus. Láttam őt egy peckes nyúlbogárral beszélgetni, mondta a haharc. Egy doktort keresek. Valami doktor Fú, vagy Brú. Nem emlékszem pontosan a nevére. Borzolta fel a tollait a haharc. Doktor Furdacs? Doktor Futrinka? Doktor Fukar? Doktor Fuszújka? Doktor Fuszekli? Egyik sem. Talán... Furcsa. Doktor Furcsa. Talán doktor Furcsa? Ez az! Doktor Furcsa! Doktor Furcsa, a zsibbadások és bizsergések szakértője. Itt vagyunk, mondta Titus, és meghúzta a csengőt. Ki az? A kuflik vagyunk, és barátunkat, Béla bát keressük. Jó helyen jártok, gyertek bele. Doktor Furcsa vagyok, ez a rendem. És hova Béla bá? Itt vagyok. Szólalt meg Béla bá hangja az egyik szék felől. Nos, igen. A barátotok most átmenetileg egy kicsit láthatatlan. Láthatatlan? Értetlenkedtek a kuflik. Ez a teknőc tokabogyó mellékhatása.
Köztudott, hogy ez az ugró dudor zsibbadás leghatásosabb ellenszere. Bélabának zsibbad az ugró dudora? Csodálkozott Vali. Ti miért beszélgettek úgy, mintha itt se lennék? Ne haragudj, még nem szoktuk meg, hogy láthatatlan vagy. Egyelőre nekem is elég különös érzés. Induljunk! Még haza kell érnünk, mielőtt véget ér ez a történet. Mondta Cortitus. A viszontlátásra. A kuflik sietve elbúcsúztak Dr. Furcsától, és hazaindultak. Na, megtaláltátok a barátatokat? Kérdezte a drótlábú haharc, amikor a kuflik a közelébe értek. Persze, itt van velünk! Válaszolta Titus. Nem látom. Rázta a fejét a madár. Nyugodj meg, mi sem. Mondta neki vidáman Valér. Ezek teljesen meghibbantak. Gyerekek, úgy hallom, hogy hozzá sikerrel jár. Állapította meg a beszélő fatuskó, amikor a kuflik végre letelepedtek a kupac tetején. Közben Bélabá ismét látszódni kezdett egy kicsit. Ha rám hallgatsz, nem változol vissza, te teljesen. Mondta neki Zödön. Bármikor túrhatod az orrodat, senki sem látja. Ezt még azért fontolóra veszem. Viszont akkor soha többé nem lehetne veled kőpapírollót játszani. Sóhajtotta szomorúan Valér. Ez igaz? Délután aztán Bélabá majdnem teljesen láthatóvá vált. Na, annak úgy örülök, hogy a zsibbadás nem tért vissza. Mégiscsak tudja a dolgát ez a doktor furcsa. Mit szentett elismerően pofánka? Azért ezentúl gyakrabban megyek ugrándozni az elhagyatott rétre. Mi meg majd? Nyomozunk utánad. Kiáltotta vidáma Valé. Persze, csak is egy igazi nyomozó vezetésével. Tette hozzá jelentőség teljesen Titus. Aztán gyorsan elindult, hogy megkeresse a pipáját, amit az imént meggondolatlanul eldobott valahová. Á, gyerekek, én nem tudom. Hova furcsák lettek ezek a kuflik? Sose együnk gombát reggelire. Pompás nyári reggel volt. Az égen, mint egy óriási, jókedvű sütemény mosolygott a nap. Erről a kufliknak rögtön eszükbe is jutott, hogy mennyire éhesek. Nincs itt valahol egy büfé? Kérdezte Zödön álmos hangon. Ez egy elhagyatott rét. Emlékeztette Fityirc. Magunknak kell ennivalót keresnünk. Elmegyek gombát szedni. Ugrott fel pofánka. A többieknek azonnal megtetszett az ötlet. Mindannyian szívesebben pihentek még egy keveset a langyos napsütésben, semhogy a réten csatangoljanak föl alá, és gombákat keresgéljenek a harmatos fűben. Kiváló gombászó idő volt. Se nem túl felhős, se nem túl napsütéses. Nem is füllett, de nem is túl szeles. Nyírkosnak sem nyírkos, de nem is szárazabb a kelleténél. Egy szóval, jó idő volt, na. Alig ugrándozott egy keveset, pofánka már is észrevett a fűben néhány gyönyörű, színes kalapú gombát. Jaj, de jó! Kiáltott boldogan, és már nyúlt is volna az egyikért, hogy leszedje. Vigyázz velem! Szólalt meg ekkor a gomba. Varázsgomba vagyok. Ha eszel belőlem, mókus alakú léggömbé változol. Nem hiszem, mondta pofánka. Próbáld ki! Vonta meg vállát a gomba. A gombáknak nincs is válluk, gondolta pofánka, azzal beleharapott a gomba kalapjába. Közben a többi kufli egyre éhesebb lett. Hol lehet pofánka? Kérdezgették egymást aggodalmasan. Megnézem, nem történt-e vele valami baj? Mondta végül Titus. És így is tett.
Igen ám, de hasztalan ugrált fel alá az elhagyatott réten pofánkát, nem találta sehol. Szia! Nem láttál erre felé egy gombászó kuflilányt? Kérdezte egy rét felett lebegő, hatalmas piros mókustól. Én vagyok az! Válaszolta a mókus. Egyáltalán nem vagy vicces, mondta bosszúsan Titus. Nem tréfál, tényleg ő az? Szólalt meg ekkor egy gomba a fű közül. Evett a kalapomból, ezért változott léggömbé. Hamarosan visszaváltozik, legyintett a gomba könnyedén. Csak egészen keveset evett belőlem. Úgy látszik, más reggeli után kell néznünk, állapította meg Titus szomorúan. Megfogta hát a léggömb zsinórját, és tovább ugrándozott a harmatos fűben. Hirtelen megtorpant egy táblánál, ami nagybetűkkel ez állt. A rét közepe. Nézd körül, pofánka! Hát, ha fentről meglátsz valamit, amivel megtömhetjük a hasunkat. Pofánka lippent egyet, és körbe pillantott. A következőket látta. Jobbra egy csomó zöldellő vacsóska bokor, balra egy sárga vadrépaföld. A láthatáron barna vadzabot lengett a szél. Ha erre nézett, égszínkék vadkrumpli cserjék. Ha arra nézett, két pirosló vadalmafa hátrafordult, egészen közel érett vadmarcipánok lilulnak. A távolban meg! Na, ott történetesen nem volt semmi érdekes. Hazám, de ebben a pillanatban pofánka csiribá! Visszaváltozott kuflivá. Még szerencse, hogy volt időm körülnézni, mondta, miután szuszogva feltápászkodott a harmatos fűből. Azzal siettek is, hogy megvigyék a jó hírt éhes barátaiknak. Vacsóska? Vadrépa? Vadzab? Vadkrumpli? Vadalma? Vadmarcipán? Kiáltozták elképedve. Pofánka gyorsan elővette féltve őrzött zsírkréta készletét, és lerajzolta nekik, hogy mit látott odaföntről. Egész ügyes rajz lett, úgyhogy most már az összes kufli tudta, merre induljon reggelizni. Zödön a vacsóska bokrok felé. Titus a vadrépa földre, Bélabá oda, ahol vadzabot lengett a szél, Valér a vadkrumpli ligetbe, Hilda a vadalmafákhoz. Pofánka meg, nos, ő oda, ahol a vadmarcipán terem. Ja, és Fityírc meg sorban az összes helyre, mert hogy mindegyiket meg akarta kóstolni. Az összes kufli talált hát valami fogára valót. Nem csoda, hogy mindannyian degeszre ették magukat. Csak hevertek a fűben a kupac körül, és szuszogtak elégedetten. Nem volt kérdés, hogy egész nap ez lesz a program. Heverészés, meg szuszogás. Így aztán sok mesélnivaló már nincs is erről a napról. Talán csak annyi, hogy pofánka megígérte nekik, mindenkinek lemásolja majd a rajzát kicsiben, hogy tudják, mit merre találnak, ha ismét megéheznének. Ez legkésőbb kora délutánra volt várható. De aztán tényleg nem volt más. Csak lustálkodás napestig. Pofánka, légy szíves, azt is rajzold rá, hol teremnek a varázsgombák?